székely udvarhelyi Kós Károly ipari szakközépiskola elvégzése után Gidó Csaba a kolozsvári Babesbolyai Tudományegyetemen részesült történettudományi alapképzésben, majd ugyanott az újkor történeti tanszék magiszteri hallgatója volt. Már egyetemista korában részt vállalt szakmai körök, céhes műhelyek szervezésében Kolozsváron, csak úgy, mint székelyudvarhelyen. A Tudász című udvarhelyi középiskolák számára szervezett műveltségi vetélkedők, vagy az Areopolis történelmi és társadalomtudományi kutatócsoport szervezője volt. 2004 és 2007 között a Pécsi Tudományegyetem bölcsészkarán történelemtudományi szakon volt ösztöndíjas doktorandus. 2012-ben kapta meg doktori oklevelét, s ugyanekkortól a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja is. Történészként számos szakterületen jegyzett publikációkat, de múzeumi és köztéri kiállítások szervezőjeként is tevékeny. Jelenleg egykori alma matere a székelyudvarhelyi Kós Károly szakközépiskola történelemtanára. Gidó Attila szintén történész. Udvarhelyen a református kollégiumban érettségizett, majd ugyancsak a Babesbolyai Tudományegyetemen tanult tovább. Mesteri képzésben már a judaisztika szakon részesült, majd ugyanott, illetve a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karán az asszirológiai és hebraisztikai tanszéken végzett tanulmányokat a doktori disszertációja előkészítésével párhuzamosan. A fokozatot 2011-ben szerezte meg. Kutatási területei közül kiemelkedik a két világháború közötti időszak erdélyi oktatási intézményrendszerének és diák populációjának vizsgálata, illetve az utóbbi évtizedben szinte kizárólag az 1918 és 1948 közötti erdélyi zsidó problematika, a disszimiláció, a nemzeti mozgalmak és az önszerveződés története, a deportáció és holokauszt történet, illetve a népirtást túlélő erdélyi zsidók adatbázisának közreadása. 2007 óta a Kolozsváron működő Nemzeti Kisebbség Kutató Intézetben dolgozik, jelenleg ő a kutatási elemzési osztály vezetője. A tesóm és én beszélgető sorozat utóbbi jelentkezésének a végén előrejeleztelek benneteket, anélkül, hogy a neveteket említettem volna. Említettem viszont a Maurya dinasztia császárát, ugye Asókát, de erről majd később. És nem sokkal az adásba kerülése után felhívott egy ismerősöm, és te, ki az a két történész? És én próbáltam fenntartani a szüszpanszt, ezért a neveteket továbbra se árultam el, hanem azt mondtam, hogy hát két udvarhelyi. Aztán eszembe jutott, hogy ez nem egészen igaz. Mert bár Csaba, eddigi életednek az öme valóban udvarhelyen telt el, de azért te csíki vagy, sőt úgy tudom, hogy az életed első meghatározó éveit is Csíkszeredában töltötted. Mennyire vagy csíki, és mire emlékszel ebből a néhány évből? Hát Csíkba születtem, Csíkszeredában. 1973-ban, jó rég volt, és igazából sok mindenre nem emlékszek, mert a szüleim olyan 4,5 éves koromban átköltöztek Székelyudvarhelyre. Ennek két oka is volt, mert hogy édesapám székelydezsi származású, és minél közelebb akart kerülni a szülőfalujához. A másik, hogy úgy érezte, hogy Udvarhelyen új lehetőségei lesznek, és akkor ott a matricagyárba kapott munkahelyet, és akkor így költöztünk át. De visszatérve, hogy mire emlékszek Csíkszeredából, van igazából egy kép, hogy a édesapám kereszt apámmal a negyedik emelet folyósóján csinálják a szánkót nekem. Hát a Csíkba kell is szánkó. Úgyhogy igazából ennyire emlékszek, és halványan a költözésünkre Székelyudvarhelyre. Úgyhogy
udvarhelyének tartom magamat, de Csíkszeredába születtem. Aha. Ugye köztetek 6 évkor különbség van, Attila nyilván te teljes valódban udvarhelyi vagy, maximálisan udvarhelyi vagy, de azt is tudom, hogy a gyerekkorotoknak jó része azért mégsem udvarhelyen telt el, hanem részint Székelyderzsen, részint pedig Bardócon, ugye az egy erdővidéki falucska. Melyik volt fontosabb? Hát azt hiszem, hogy a Derzst, ezt be kell lássuk. Tehát gyakrabban is jártunk Székelyderzsbe. De hogyha az a kérdés, hogy udvarhely vagy a falvak voltak a fontosabb, hát azért mégis azt gondolom, hogy talán udvarhely volt a meghatározó. Hát ott jártuk tehát én ott kezdtem már a bölcsődét, az óvodát nyilván, ott jártuk az iskolákat, tehát a hétköznapjainkat azt a város határozta meg. A hétvégeinket határozták meg inkább a falvak, meg a vakációinkat, és nyilván ezek közül is talán Derzs volt az, amelyik fontosabb volt már csak azért is, mert édesapánk édesanyja, tehát a derzsi nagyszülünk, nagymamánk, ő egyedül élt, özvegyasszony volt. Igazából, amikor oda mentünk, akkor játszottunk. És csináltunk, igen, hát dolgozni is kellett nyilván, mert hát hogyha éppenséggel olyan időszak volt tavasz, vagy ősz, nem tudom, betakarítás, vagy kapálni kellett menni tavasszal a mezőre, akkor jártunk nyilván. De sokkal kevesebb munka volt, mint a másik nagyszüleinknél, akik éltek Bardócon, erdővidéken, édesanyánk szülei. Ott viszont dolgozni kellett, tehát ott kellett menni a mezőre az állatokkal, kaszálóra, nagyapánkkal. És akkor te tudsz kaszálni rendesen? Tudom, mind a ketten, igen. Igen. Még itt annyit a szabadba vágnák, hogy nekem erőteljesebb a falum, mint a város a gyerekkoromban. Neked főleg inkább, tehát te sokkal többet jártál, tehát egy kicsit városi vagyok. Igen, mert hogy én például, amíg Csíkban laktunk, én nem jártam óvodába. Én 4,5 éves koromban mentem először úgymond közösségbe, és a kis gyerekkoromban akkor nagyon gyakran engem elvittek Derzsbe, nagymamámhoz, Irénke nagymamámhoz, sokszor odajött az angyal, ott töltöttem a húsvétot, tehát hogy én nagyon sokat voltam, sokkal többet, mint Attila Derzsben, és hát szinte ilyen 50-50 az eltöltött idő gyerekkoromból. És Bardocnál is, mert hogy nagyobb voltam, akkor hazavittek, mert én úgymond, amikor nagyobb lettem, akkor tudtam segíteni a nagyszülőknek a mezőgazdasági munkában. Hát, hogyha megnézzük a kapcsolatainkat az unokatestvérekkel, a rokonsággal, akkor neked sokkal erősebb. Tehát én valahogy sokkal lazább szálakkal kötődök hozzájuk, mert kevesebbet is találkoztam velük. Meg nyilván én kicsi vagyok, tehát hogy az unokatestvéreink nagyjából Csabával egyidősek, vagy nála idősebbek, tehát nekem van olyan unokatestvérem, akit magázok. Tehát, hogy ekkora a korkülönbség, hogy emiatt talán Csabának sokkal erősebb a kötődése hozzájuk, vagy szorosabb a kapcsolata velük. De mind a két ágon te vagy a legkisebb. Igen, hát így jártam. De képzeljétek el, hogy nekem egy olyan nagyanyám volt, aki 1888-ban született, és itt a tegezés magázásról esvén szó, hogy nem csak a korkülönbség számít, régi családoknál a nem is számít. Tudnélik az én nagyanyám engem 3,5 hónapos koromban, vagy 5 éves koromban németül beszélt velem, de magázott. És a család összes férfi tagjait magázta, és az összes nő tagjait tegezte. Na de beszéljünk egy kicsit még erről a nagyanyátokról, a Derzsiről, mert én úgy tudom, hogy ő valami nagy világjárt hölgynek számított Derzsben. Hát igazából érdekes az ő sztória, meg hogy az ő életpálya 1920-ban született, mindössze azt hiszem, hogy 5-6 éves volt, amikor déd nagyapám szekeres lett a petrozsényi szénbányánál, és akkor elköltöztek oda. És ott kezdte az iskoláit, aztán déd nagyapámékat hazahívták Derzsbe, a szülők, és akkor hát nagymamánk is jött, és ő akkor már városinak érezte magát, és nehezen illeszkedett bele a falusi környezetbe, és 13 éves korától ő valójában járt szolgálni. Mert hogy ő volt a legnagyobb, volt még 3 kisebb testvére, járt ő Brassóba, aztán Bukarestbe, és tényleg az ő életében benne van Trianontól elkezdve az egész erdélyi magyarságnak a sorsa.
Pont a tegnap a Csaba fiával, Mátyással nézegettük a régi fényképeket, és kezembe került egy 1934-es fotó, ahol Irénke nagymama Bukarestben valahol valószínűleg egy ilyen sétatér lehetett. Azt mondja, hogy a Csizmicsó, vagy a Csizmicsó, oda jártak. Tehát 34-ben áll egy másik szolgáló lányjal, fotózkodnak, tehát 34-ben 14 éves volt. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, és Csaba, téged nem lehet elég hálával illetni amiatt, hogy a nagymamádat meg tudjuk most mutatni. Akkor ott hártam Ángya, még Ilona Lajos bácsi még. Ottan kérdezte Ángya, na Irénke, ma mivel dolgoztál? Mindörökké megkérdezte. Hát én mivel mondtam Ángya? Felsoroltam a gerendát. Elkezdtek katonni. Mit beszélsz, hogy ott nincsen gerenda? Menjen Irénke, hallottad a gerendát. Hát kezdve nem a gerendát soroltam fel, hanem a verandát. De ott nem lehet. Nem tudtam, hogy a gerenda és a veranda kékről. Nemrég, amikor Attilával beszélgettünk erről a bizonyos nagymamáról, akkor Attila mondta, hogy hát biza volt morcogás, meg a család furcsálta, meg ott unták, hogy te ülsz nagyanyáddal, és egy felvevőgép, egy fényképezőgép a kezedben, és nyaggatod, és kérdezgeted, és nem tudták, hogy mire fel ez az egész cirkusz, és még Attila se, ugye ezt mondtad, hogy még igen, te is furcsáltad. Hát sokkal már untam, hogy mire kell annyit. De elismerte egyébként, hogy neked volt igazad. És ez nagyon sok családnál felmerül, hogy vannak nagyszülők, még vannak dédszülők, akik izgalmas dolgokat tudnak elmondani, és van valami késztetés a családtagokban, hogy ezt valahogy meg kéne őrizni, és a restség vagy a hanyagolás valahogy ezt elsöpri. Pedig milyen fontos volna. A ti munkátokban az ilyen személyes emlékezések, amiket oral historinak hívnak, vagy meg sok minden másnak hívnak, mennyire játszik szerepet? Nagyon nehéz volt nagymamánkat kamera elé állítani, és ezek a felvételeket is, amiket készítettem, azt mind titokba készítettem. És időközönként édesapámra főképp rá kellett szóljak, hogy ne szóljon közbe, és ne nagymamám helyett kezdje el mesélni a történeteket, hanem hagyja, hogy nagymamánk mondja el. Mert hogy tényleg egy nagyon érdekes története van, főképp ott a második világháborúnak az időszaka, hogy hogyan szökött át 1941-ben a határon az egyéves nénjénkkel, úgyhogy még úgy érzem, hogy többet kellett volna ezekből. Uh-huh. És a munkánkban pedig főképp mind a ketten valamilyen formában azért a 20. századot kutatjuk, az ilyen oral history történetek hát rengeteget segítenek. Téged is, Attila? Többé-kevésbé. Hát Csabának van olyan tanulmánya, amelyik tipikusan, tehát ez a dél-erdélyi, észak-erdélyi határmenti falvaknak az élete, tehát van olyan tanulmánya, amiben tényleg felhasználja. Én kevésbé használom, tehát én készítettem interjúkat, két típusút is, tehát struktúrált interjút is, meg narratív interjúkat is, de én kevésbé használom fel. Tehát valahogy nekem olyan, most legalábbis olyanok a kutatási témáim, hogy abban kevésbé segítenek. Van időközönként van úgy, hogy hivatkozok egy-két interjúra, de nem ez a jellemző, de nyilván most már kevesebb időm is van, tehát hát, hogyha most vissza kell gondolnom, lehet, hogy az utóbbi 3-4 évben nem is készítettem interjút, és lassan nincs is akivel, mert hát én holokauszt kutatásra szakosodtam most már az utóbbi időszakban, korábbi időszakokkal foglalkoztam, és hát az az igazság, hogy most már 80 év távlatából, tehát ugye, hogyha az 1944-es deportásokat nézzük, akkor azóta 80 év telt el lassan. Nincs már akit, tehát olyan szemét lassan meginterjúvulni, akinek még élő emlékezete van, tehát aki legalább 10-12 éves volt, és tudna. Kanyarodjunk egy kicsit vissza, jó? Menjünk el iskolás korodig, mert ugye te a református kollégiumban végeztél, nem csalódom. Milyen volt az akkor? Nem választás volt ez, tehát hogy nem azért kerültem a református kollégiumba, mert ezt szerettem volna, hanem én igazából
A gimnáziumba felvételiztem, 8-ból 9-be, de nem sikerült a felvételim. Tulajdonképpen pótfelvételivel kerültem a református kollégiumba, de szerintem ez így nagyon jó volt, tehát sokkal, de sokkal jobb volt, mint hogyha a gimis lettem volna. Egy nagyon jó osztályközösségünk volt. Kevesen voltunk. Tehát velünk indult Székelyudvarhelyen a középiskolai egyházi oktatás gyakorlatilag. Ez teológiai profilú osztály volt. Amiben református kollégium dacára te unitáriusként vettél. Így van, de azért, mert tehát volt 5 hely unitárius diákoknak. Arra végül ketten jelentkeztünk, úgyhogy ketten voltunk unitáriusok az osztályban, de a református helyek sem teltek be. Tehát nem volt bigott vallásosság. Nyilván, tehát minden reggel áhítattal kezdődött a nap. Volt több vallásóránk volt, mint más iskolákban, de teljesen úgy éltük az életünket, mint a többi diák. Viszont egy nagyon jó osztályközösség kovácsolódott össze, ami még többé-kevésbé mind a mai napig fennáll, és tartjuk a kapcsolatot. Úgyhogy nekem ez egy igazából azt mondom, hogy jól felkészített majd az életem további szakaszaira. Jól tudom, hogy úgy gondolták a szüleid, hogy belőled unitárius lelkész igen, lesz. Igen. Nagyon-nagyon azt szerették volna, hogy teológiára felvételizzek Kolozsváron. Sőt, édesapánk, tehát én már a történelem szakon jártam, és édesapánk a rokonságnak még mindig azt mondta, hogy a fia a teológiára jár, és pap lesz belőle. El is mentél a teológia ajtajáig. Csak az ajtóig mentem, igen. Nem mentem. Úgy gondoltad, hogy emberként belépsz? Igen, hagyd fel, nem, azt nem gondoltam semmiset, de nem. De tehát én nem is éreztem. Karom voltál. Persze, nem is éreztem késztetést, tehát szerintem az nem. Tehát nekem az rendben volt, hogy 4 évig Udvarhelyen egyháziskolában jártam, de nekem teljesen másik elképzeléseim voltak az életről. De azt hiszem, hogy Csaba, téged sem kifejezetten történésznek gondoltak el a te szüleid. Nekem mind az ilyen meghatározó pillanatokban 8-10, mert akkor 10-ben is kellett felvételizni, akkor úgy elment a kedvem a tanulástól. Tehát, hogy nem tudom, valami visszavettem, ezért 8. osztályban egy nagyon elég gyengén végeztem, és hát édesapám azt mondta, hogy fiam, ez a 80-as évek, a Matrica gyár az egy biztos hely, Székelyudvarhelyen, ott adnak rendes fizetés, úgyhogy jössz a 2. számú ipari szakközépiskolába, és jössz majd a Matrica gyárba, és én felvételiztem, és be is jutottam valahogy. Elvégeztem a 9-10 osztály, 10. osztály után kellett felvételizni, ez pont 89-ben volt, nyáron. Hát elég gyengén felvételiztem, épp hogy megírtam az 5-öst, ezért a liceumi osztályból kiestem, és automatikusan áttettek a szakiskolába. De akkor volt rá lehetőség, hogy ha délelőtt jártunk szakiskolába, és délután pedig járhattunk estibe. Úgyhogy párhuzamosan én csináltam a 2-t, és közben gyakorlatoztunk a Matrica gyárba. Én elviekben én egy fényforgácsoló szakot végeztem, esztergályos vagy maros kellett volna legyek, de mivel 89 volt, ezért a munkások igazából maguknak dolgoztak, mi a gép közelébe sem mehettünk, hogy nehogy a munkájukat elrontsuk, ezért az igazság, hogy az öltözőbe vagy kártyáztunk, vagy ucsóztunk, vagy loktunk, és így ért bennünket a demokrácia, és amikor 91-ben végeztem a szakközépiskolával, akkor volt az a nagy hullám, hogy menjünk Magyarországra dolgozni, és akkor én édesapámmal elmentem Ács munkára dolgozni, de még nem voltam 18 éves, ezért ott úgy alkalmaztak, mint Ács Inast, és miközben én ott dolgoztam, akközben 10 emberkét felvettek a Matrica gyárba, én lekéstem, és akkor, mikor hazajöttem, akkor munkanélküli lettem. Jobb hiány felvételiztél történelemre. Nem, jobb hiány tudós lettem. Nem, munkanélküli. Ha már kétkezi munkából nem tudott megélni. Munkanélküli lettem, akkor befejeztem, érettségiztem estibe, és elmentem egy kis műhelybe, műanyag virágokat fröccsentettem halotti koszorukra. Pompás.
nagyon jó állás volt. Egyedül dolgoztam egy kis műhelybe, volt egy kutya mellettem, és közben a kutyának felmondtam a történelem leckéket, amiket megtanultam, mert akartam felvételizni. És nem javította ki a hibáidat, a szóbotlásokat? Én azt hallottam, hogy a kutya egy idő után elvándorolt a műhelyből. Úgyhogy jött 93, és akkor felvételiztem, és akkor be is jutottam, és attól egy új... És mondd, mikor lettél te Asóka? Az egy érdekes történet, mert ültünk első éves korunkban egy latin órán, amelyet Bodor András professzor tartott, és egy hétfő reggel 8-tól 10-ig, és két-három kollégám, osztálytársam, többek között Gyarmati Zsolt, unatkoztak hátul az utolsó sorba, és mindenkit elneveztek valaminek. Nem tudom, hogy nekem miért jutott az Asóka név, és ez így rajtam is maradt. Folytassuk. Hát lehet, hogy azért jutott az Asóka név neked, mert már sejtették, hogy a tesód is történész lesz, és akkor milyen jó passzol majd az Asókához a tesóka. Igazából, és te mikor lettél tesóka? Hát így lettem tesóka én, hogy... Jött Asókának a... Igen. Hogy Csaba egyetemista volt, én még középiskolás voltam. És az egyik lányosztálytársammal, akinek ugyancsak egyetemista volt a nővére, felültünk a vonatra Udvarhelyen, és eljöttünk látogatóba a tesóinkhoz. És akkor ismertek meg engem is Csabának az egyetemi társai, és akkor hát valószínűleg, hogy kézenfekvő volt, hogy megérkezett Asónak a tesója, és akkor a kettőt összevontak, és úgy lettem tesóka. Tehát én amikor egyetemista lettem, tehát én már úgy kerültem fel Kolozsvárra, hogy nekem már ez a tesóka név, ez már megvolt, tehát Csabának a kollégái ezt már terjesztették rendesen, vagy használták, és aztán az átöröklődött, tehát a korábbi, vagy a későbbi évfolyamok is átvették, és igazából az én kortársaim is tesókának szólítottak. Sőt, megkockáztatom, hogy az utánam végzett történész kollégák közül is sokan még mindig úgy ismernek, hogy tesóka. Na, de mondjátok, mert ez egy érdekes perspektívaváltás lenne, hogy hogy élték meg a szüleitek azt, hogy a családotok három nemzedéken belül végigment a paraszti földművelő életformán, a városi munkás életformán, és oda konkludált a történet, hogy ti értelmiségeként befutott emberek lettetek. Kezdetben édesapám úgy, főként, mert ő tényleg elég meghatározó egyéniség volt a családban, nehezen képzelte el ezt az egész dolgot, mert hogy szerintem az ő fejében megvolt az, hogy én akár a matrica gyárban leszek egy becsületes munkás ember, egy fix fizetés, meg minden, de aztán ahogy épp a rendszerváltás, meg az a bizonytalanság a 90-es években talán az segített, hogy ő úgy elengedjen, vagy engedjen ezen az úton is, és teljes erejével a szüleink, tehát tényleg támogattak a... Bocsánat, de szerintem még volt egy másik tényező. Az, hogy 89 után mindenki visszakapta a falvakon a földeket, és a mi családunk is. És valószínűleg, hogy azt képzelték a szüleink, hogy ahogy megnővünk is, munkaképesek leszünk. Tehát nem csak, hogy gyárban fogunk dolgozni és keresni fogunk, hanem hogy a falusi gazdaságban is be fogunk tudni segíteni, és hogy majd gazdaságot viszünk, meg nem tudom. És ez meg hát nyilvánvaló, hogy nem volt összeegyeztethető azzal, hogy mi eljöttünk egyetemre, meg teljesen más pályát választottunk. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem Csabának sokkal nehezebb volt. Mondjuk az, hogy azt látták, hogy mert Attila pont utánam került fel egyetemre, hogy én azért a tanárként, tehát hogy elég tűrhetően keresek meg, hogy megbecsülésnek örvendek meg minden, hogy az úgy megnyugtatta őket, és akkor úgy már látták... Hogy nem egy úri huncutság ez, igen, az egész. Igen, meg talán lehet büszkének lenni ránk, és akkor egyre inkább kezdtek büszkék lenni ránk, és azt egy kicsit nehezen dolgozták fel, mert nekem is felmerült az akár, hogy itt maradjak Kolozsváron, meg hogy Attila itt marad Kolozsváron, mert ők azért azt képzelték el, hogy mind a ketten, majd körülöttük éljük az életet. Hát ez mondjuk a szülőknél egy természetes, igen, óhaj vagy vágy.
Én megnéztem, ugye nyilván készültem, tanár úr, kérem, és hogy végignéztem a publikációs listáitokat, és Csabánál ugye eléggé jól lehet körvonalazni, hogy mik azok a témakörök, nálad pláne, de hogy Csabánál nagyon szépen jellemző van, van egy pár unitárius érdekű közlemény, vannak 20. század első évtizedei általános kortörténet, gazdaságtörténet, geopolitika, Székelyföld. Van egy másik vonulat, sajtótörténet, mert írtál ugye csíki sajtótörténetet is, udvarhelyi sajtótörténetet is. Van 1989-es anyagod, hogy hogy élték meg Udvarhelyen ezt a felfordulást, zűrzavart, akkor forradalomnak neveztük, de a publikációidnak a zöme az közlekedés és kifejezetten vasúttörténet. Arra mikor fordultál? Hát szerintem akkor, amikor Attila elrontotta a kínai gyártmányú fantasztikus mozdonyomat. Szerintem az rossz volt. Mert hogy meg akartad nézni, hogy milyen a motra. Igen. És az egy akkora traumát idézőjelbe okozott. Teljesen érthető. Hogy én eleinte nem vasúttal akartam foglalkozni, hanem kivándorlással, ez jött nagymamámnak a történetéből. És másodéves voltam, amikor Tonk Sándor professzor úr kiadta feladatként, hogy az utolsó nyári vizsgára már úgy jöjjünk vissza, hogy tudjuk a szakdolgozatunknak a témáját. És nekem hatalmas dilemmám volt, hogy mi legyen az. Felültem, mert akkor vonattal jöttünk fel Kolozsvárra, felültünk az udvarhelyi állomáson, és gondolkoztam, hogy mit válasszak. És ott a Bögőz és Székelykereszt úr között ott kezdett ott a kérdés megfogalmazódni, hogy mi volna, ha a vasútról írnék, hogy kik építették, miért építették, kik dolgoztak rajta. Tehát nem vagyok otthon a technika történetben, hanem a társadalom-gazdaság történet érdekelt. Nem tudom, hogy hogyan működik egy mozdony, de annál inkább érdekel, hogy tényleg hogy épült meg, kik építették, miért ott építették, milyen hatása van a vasútnak az egész társadalom-gazdaság fejlődésére. Mire felértem a Kolozsvárra, arra, hogy nagyrészt megvolt a fejemben a szakdolgozat témája, és Tonk Sándor tanárulnak mondtam, hogy hát én írnék a Héjas-Falva Székely-Udvarhely vasútvonal történetéről. És ő azt mondta, hogy ne hülyeskedjen, fiatalember, ebből nem lehet egy szakdolgozatot írni, hanem akkor írjon a székelyföldi vasúthálózatról. És itt nekem óriási segítséget nyújtott Egyed Ákos professzor úr, mert hogy hozzájártam fel sokszor titokban, hogy segítsen ebben a témában. És akkor így azt hiszem, hogy a vasút lett az első szerelem. És aztán időközönként, mivel úgy megmeguntam a témát, ezért úgy kiugrottam. Ezért van az, hogy azért milyen más-más témák is előjönnek, vagy amire felkéréseket is időközönként kaptam. De a párhuzamosság jegyében akkor Attila, szíveskedjél nekem elmondani, hogy hogy lettél te zsidó szakértő? Nem is a zsidókkal kezdtem el egyből foglalkozni, hanem szombatosokkal is. Itt olyan szempontból hasonló a történetünk, hogy nekem is gondolkodnom kellett, de nem szakdolgozat témán, hanem egy szeminálmi dolgozat témán. Hát azt hiszem első éves voltam. És teljesen ötlethiányban szenvedtem, aztán meg eszembe jutottak a szombatosok, ami nem annyira magától értetődő, hogy egy első éves egyetemistának eszébe jutnak a szombatosok, mert az ő történetük nem különösebben ismert, viszont én amikor konfirmáció felkészítésre jártam 5-es, 6-osként, akkor én erre határozottan emlékszem, és akkor is egyetemistaként is, elsőévesként is ez jutott eszembe, a lelkészünk, aki tartotta a felkészítőt, beszélt a szombatosokról. És ez nekem bevillant, amikor gondolkodtam a szeminár dolgozat témán, és akkor úgy döntöttem, hogy hát akkor lássuk, elkezdek olvasgatni a szombatosokról, mit találok, és összehozok egy szeminármi dolgozatot. Meg is írtam a dolgozatot, és hát nyilván, tehát hogyha valaki a szombatosokról akar írni, vagy hogyha csak olvas a szombatosokról, akkor a zsidókról is olvas, hiszen a székely szombatosok a 19. század közepén áttértek zsidó hitre. És már akkor megtetszett nekem maga az, hogy olvashatok a zsidókról, elkezdtem egyre többet olvasni, és hát nagyon gyorsan szerintem már másodéves koromra körülbelül
azon kaptam magamat, hogy igazából nem a szombatosok érdekelnek, hanem a zsidók is. De nem játszott ebben közre az, hogy a szombatos történet az végül is nem egy nagy kutatási terület? De ezt én utólag felismertem egyébként, de szerintem akkor még ezt így nem tudatosítottam annyira. De nyilván azt is láttam, hogy habár most már azt is tudom, hogy még mindig van mit kutatni, és időközönként gyűjtöm az anyagokat, és most is dolgozok például egy szombatos szövegen, de hogy akkor ez nem volt ennyire egyértelmű, de azért úgy derengett, hogy talán a szombatosokból nem lehet annyi mindent megírni. De nem feltétlenül ez volt a meghatározó, hanem egyszerűen az, hogy annyira elkezdett érdekelni a zsidók története, az erdélyi zsidók története, hogy azzal akartam foglalkozni, és az azzal is járt, hogy tehát akkor, amikor nekem a különböző előadásokhoz, tehát az egyetemi előadásokhoz kapcsolódó szakirodalmat kellett volna olvassak, és azért kellett volna könyvtárba járjak, nagyon sokszor nem azt olvastam, hanem én már másod-harmadéves korban kutattam, tehát sajtót néztem, bibliográfiát olvastam, levéltárban kutattam a zsidók iránt, tehát én amikor negyedéven megírtam a szakdolgozatomat, akkor már tehát így visszagondolva is egy egészen jó szakdolgozatot tudtam írni, tehát abból lett is, tehát még be sem fejeztem a szakdolgozatomat, és annak a törzsanyagából már én közöltem egy tanulmányt a Székelyföldben. Csaba, rólad sok mindent el lehet mondani, de azt, hogy papírszagú történész volnál, azt nem. Nem fűlött a fogad egyetemi karrierhez? Én úgy tudom, hogy egy fél évig ezzel kacérkodtál, és tanársegéd is voltál itt Kolozsváron, a történettudományi karon fél évig. Hát fél év után az embert vagy kiutálják, vagy meggondolja magát, vagy valami közbe jön. Veled mi lett? Én azt hiszem, hogy ezzel is történelmet írtam egy kicsit. Mert soha ilyen rövid. Én utólag úgy gondolom, hogy nem voltam megérve erre a helyzetre, vagy tehát egy ilyen furcsa történet van, mert hogy elvégeztem az egyetemet, hazamentem Csíkba, és versenyvizsgáztam, és megkaptam egy tanári állást a volt iskolámba, ahol nagy szeretettel fogadtak. És én nagyon élveztem a tanítást, és akkor eltelt 2-3 hónap, és felhívott Magyari András tanár úr, hogy fel kellene jöjjek vissza Kolozsvárra tanársegédnek. És én igent mondtam, de szerintem 2 órán belül már meg is bántam. De ha már igen mondtam, akkor oké, rendben. Feljöttem, itt is versenyvizsgáztam, felmondtam az udvarhelyi állásomat, és rájöttem, hogy ez a Kolozsvár már nem az, amit én itt hagytam egy fél évvel azelőtt. A kollégáimnak nagy része az elment haza, eléggé egyedül éreztem magamat, és hát ott május magasságában eldöntöttem, hogy én megyek haza, és nem szóltam még akkor az itteniek, de versenyvizsgáztam Csíkba a saját helyemre, és sikerült megint olyan jegyet írnom, hogy azt el is nyertem, és akkor utána szóltam itt, hogy hát én akkor én mennék haza. Igen, nem akartál két szék közt a pad alatt. Nem akartam. Igen, világos. És akkor itt beadtam a felmondásomat, és visszamentem. Attila, hogyha az előbb megpróbáltam egy első pillantásra egy képet megfogalmazni, és azt mondtam, hogy nem papírszagú történész, akkor ha a te publikációs listádat nézem, akkor rögtön az adódik, hogy te valószínűleg nagy fontosságot tulajdonítasz az alapkutatásoknak. Tehát én úgy veszem észre a munkáidban, hogyha arra gondolok, hogy ez az Arolzen adatbázisból összeállított majdnem 20 000 név, az erdélyi holokauszt túlélőknek a névsora, vagy pedig a Kolozsvár Nagykároly nagyvárad zsidó túlélői, vagy a két világháború közötti erdélyi diákpopuláció és az intézményrendszernek az áttekintése, hogy mindegyik tulajdonképpen statisztikák, táblázatok, számadatok, olyan kutatásokat végzel el, amik valószínűleg egy további interpretáció számára nélkülözhetetlen alapanyag. De én szintézist is végzek, tehát ez az érdekes, hogy egyszerre végzem el az alapkutatásokat is, és egyszerre szintetizálok is. Egyszerűen azért, mert tehát olyan kevesen vagyunk a szakmában. Korábban még kevesebben voltunk,
és annyi minden nincs megírva, és annyi minden nem volt megkutatva, hogy aki hozzáfog, tehát akár megtehetném azt is, hogy tényleg maradok csak az alapkutatások szintjén, és csak táblázatokat publikálok, de hogy általában azért, aki hozzáfog, az szeretné értelmezni is azt, amit csinál, úgyhogy nyilván, tehát mindig azzal kell kezdjem, hogy valamiféle alapkutatást elvégzett, de utána azért általában megírom ennek az elemzését is. Tehát akkor, amikor én elkezdtem a szakmát, és amikor elkezdtem az erdélyi zsidók történetével foglalkozni, alig volt szakirodalom Erdélyre vonatkozóan, főleg ami a 20. századot illeti, nem beszélve a két világháború közötti időszakról, mert nekem ez volt a kiindulási területem. A holokausztról valamennyivel több volt, ott már azért voltak kutatások. És most is ezt végzem. Tehát párhuzamosan járok levéltárban, párhuzamosan írok meg, vagy dolgozok fel alapdolgokat, de minden mellett szintetizálok is. Ez egy ilyen kettős feladat. Majd aki utánam lép a pályára, annak talán ennyivel könnyebb lesz, hogy jó néhány alapkutatással van végezve. Az amerikai filmekből ismert mondás, hogy azt esuknak, hogy a kormánynak dolgozik. Hát te a kormánynak dolgozol, ugye? Egy kicsit mesélsz erről az intézetről? A magyarságkutató, magyarság, kisebbségkutató, romániai kisebbségkutató intézet, igen. Tehát mi a román kormányhoz tartozó intézmény vagyunk, jobban mondva a kormány főtitkárság alá tartozunk, és mindeközben a DEREI, tehát ez magyarul az etnikumközi kapcsolatok hivatala koordinálja úgymond a mi munkánkat. 2007-ben jöttünk létre. Én az intézet létrejötte óta dolgozom ott. Tehát én akkor még doktori hallgató voltam, és ilyen szempontból talán egy kicsit jól is jött, hogy nem igazán kellett gondolkodjak azon, hogy hol tudok elhelyezkedni, tehát hogy valahogy sikerült egyből álláshoz is jutnom, és egyébként a kollégáim nagy része is ilyen első állású kutató, nagyon fiatal gárdával kezdtünk, tehát most egymás mellett vénülünk meg. Pont ezért, amikor indult az intézetünk, még nagyon vékony volt a publikációs listánk, tehát hogyha a kutatóknak a publikációs listát összetettük volna, akkor néhány szemét leszámítva kevés publikációnk volt, de egymás mellett nőttünk fel, és egymás mellett szoktunk bele a szakmába, és azt hiszem, hogy ez adta 14 év alatt, amióta működünk, egy egészen jó CV-t tudunk így közösen letenni. Ez egy olyan intézmény, hogy mindazokkal a romániai nemzeti kisebbségekkel foglalkozunk, akiknek parlamenti képviselete van. Ez azt jelenti, hogy hát 20, tulajdonképpen 20 nemzeti kisebbséggel foglalkozunk, nyilván nem tudunk egyformán foglalkozni mindennel, tehát vannak azért kiemelten fontosak. Ez abból is adódik, hogy kinek mi a kutatási területe. Tehát alapvetően roma kutatással, zsidóságkutatással foglalkozunk, nyilván van egy nagyon erős magyarságkutatás, csángó kutatás vonal. Valamennyire a csángó az nemzeti kisebbségnek számít? Nem, de nyilván, tehát a magyar kisebbségen belül. Értem. Hát főként néprajzos, antropológus kollégák azok, akik ebben kutatnak ebben a témában, de hát nyilván nem tekintjük önálló kisebbségnek, hanem ez a magyar kisebbség kutatáson belül egy altéma. Ha nem haragusztok, én most nem is egy történettudósra hivatkoznék, hanem egy költőre, aki mintegy negyed századdal az időszámítás kezdete előtt, Ovidiusról van szó, azt írta az Amores első sorozatában, hogy dum loquor, hora fugit, amíg beszélek, az óra elfutott. Legközelebb egy olyan testvérpárral fognak találkozni a nézők, akik, két hölgy, egymástól igen eltérő pályán futnak. Az egyikük művészettörténész, egyetemi adjunkus, két gyönyörű szép iker leánykának a mamája, a másik pedig a húga, ő színpadi és filmszínésznő, akit a magyar adás hűséges nézői már régi ismerősként fognak üdvözölni. Remélem, hogy rájuk is éppen úgy kíváncsiak lesznek, mint ezen a szép keddi délutánon Gidó Csabára és Gidó Attilára.